Üdvözlök mindenkit, Martin vagyok. Ez lenne a negyedik epizódja ennek a kis sorozatnak. A negyedik epizódban a második, vagyis a középső szigetet fogom körüljárni, ahol rengeteg, de rengeteg fegyver van, szóval ez egy elég hosszú videó lesz. Remélem, hogy azért élvezni fogjátok. Gyorsan be is rakom trénerrel a blipseket, mint hogy a ikonokat, hogy merre vannak a fegyverek, és kezdjük is a mókát. Na szóval akkor kezdjük is. Igazából most azért kezdek itt, mert van egy baseball ütő az egyik vonatsinem, vagy nem tudom, ilyen a hídon, nem tudom, ahol a metró közlekedik, és akkor gyorsan oda megyek kocsival. Azért megmutatom, hogy hogyan lehet oda elég könnyen feljutni. Szóval most itt kezdek Bohennél. Leszponok van jó autót. Ez jó is lesz. Sikerül, akkor itt tudtok lemenni a metróhoz. Vagy... ja, mondjuk inkább itt... ja, itt nincs is védőkorlát, vagy nem tudom. Nem lehet áttörni kocsival? Jézusom. Úristen. Hát igen, ezt nem kellett volna. Jó, mindig követétek az autót, nézzétek a sineket. Vagy mondjuk, hogyha motorral vagytok, akkor akár még állomásról föl lehet oda jutni. Mondjuk akár ide jöttek erre az állomásra, és akkor motorral átjöttek a... rámentek a hídra. És akkor pontosan itt lesz a baseball ütő. A híd közepén. Jó, most gyors F-ot lát meg a másik hídra, mert ott is van egy fegyver, és egy kés. Na, pont belesik a vízbe. Hurrá. Na. Gyorsan leveszik a tetejét a kocsinak. Következő fegyverünk egy romos épületnél lesz, ott lent. Általában csövesek szoktak ott anyázni. Jaj, ne! Jaj, meg itt lesz... te jó ég! Hát ezt nagyon szépen ide rakták a rockstárosok. Gratulálok! Jézusom! Következő fegyver az egy sniper lesz. Ha minden igaz, egy torony tetején lesz, egy M40A5. Itt föl tudtok mászni. Olyan jó kis létra. Na. Egy kis
tip, hogyha hosszan nyomjátok a shiftet, akkor gyorsabban fog felmászni a létrán. Ó, baszki, így legyen lotto 5-ösöm. Akkor itt az M40 állt, és akkor ott a másik szigeten, hát szigeten ilyen sziklán egy RPG, és ha nem gond, akkor én F6-tal átmegyek oda. Itt az RPG, 3 darab rakétával. Jaj, megint eltűnt a kocsim. Úgyhogy tovább jöttök a rakparton, vagy nem tudom min, akkor itt lesz egy Molotov koktél. Ja, ott is van. Hát az ikonja. Igen, itt is van. Következő fegyverünk az egy Uzi lesz. Vagy SMG, nekem mindegy. Inkább most oda vezetek. Ha itt egy SMG lesz. Föl kell menni a létrán. Itt hátulról megkerülétek, és itt lesz egy SMG. 30 drop történje. Azt hiszem a következő fegyver is egy Uzi lesz, vagy SMG, kinek hogy tetszik. Ez szép kis baleset volt. Ah, itt lesz bent a sikátorba. Ha ott is van. Köz nem Uzi, hanem SMG megint, vagy MP5. Na szóval én kb. Fél percet föl lehet szedni elég jó fegyvereket. A következő fegyverünk az egy shotgun lesz. És nem tudom, hogy az autópályán lesz, vagy itt lesz a konténereknél. Jaha. Szóval ide eljöttök, ott lesz egy ilyen hosszú ilyen shoot. És itt elfordultok majd, bejöttek majd jobbra. Eltítek a biztonsági rajt, ezt a két majmot. Megálltok. Fölvesztek a pénzüket. És itt lesz egy pump shot. 8 darab söréttel. Nem messze lesz még egy shotgun. Úgyis, hát még két darab. Én csak simán mentek a sugárúton. Főút, vagy nem tudom mi ez. Ah, le lesz a metróba.
Ja, itt lesz az egyik bankrablós küldi. Na. De annyira tényleg, hogy senki nem veszi észre, hogy itt van egy shotgun, de... annyira vicces. Most inkább a kedileket választom, mint a metrót. Nem tudom, még soha nem használtam a metrót GTA-n, GTA 4-en. Légvonalban haladunk, és egyenes vonalban, akkor még lesz itt egy shotgun benzinkútnál. Hoppá. Fönt lesz a benzinkút tetején. Hát ez gyors megnézni. Ja, de hogy a tökönbe jutok föl? Ja, aha, megvan. Szerintem. Jaj, de följöttök. Hát ezt se gondoltam, soha büdös életben, hogy itt lesz valami fegyver a benzinkút tetején. És legalább egy Beretta, hála jó égnek. A következő fegyver egy kis pisztoly lesz a parkba, ha minden igaz, pontosan. Majd gyorsan oda megyek F-attal. Itt lesz a kis szigeten, ide tudtok úszni majd. És itt lesz az egyéb bokorba. Ha minden igaz. Én a bokorba, de nem messze tőle. Elég szép kis arznát tesz lehet szerezni. Következő fegyónk az egy baseball ütő lesz megint. Megint a autópálya lábánál lesz. Ott lesz lent, hurrá! De pontosabban tudni akarjátok, hogy hol lehet bejönni. Akkor itt lejöttek az autópályán, és akkor itt lefordultok. Itt lefordultok, és akkor csak így egyenesen kell menni. Hogy a gondját gyorsan megmutatom, de egyszerűbb, hogy itt leugortok. Ez kész. Jó volt akkor, baseball ütő megvolt. Akkor jöjjön a kés. Most megint F-ot kell használnom, mert nem akarom rabolni az időtöket. Szintén itt bejöttek a sikátorba. Általában itt szokott lenni a legtöbb fegyver. Ha jól lenne, ott van bent. Kukáknál. Ha jól emlékszem, akkor Bernie adott neked egy Infernus, az itt volt bent. Nagyon mindig. Akkor a kés megvolt, akkor következik a mikrouzi, vagy SMG, nem tudom már. Ja, várját, van még egy kés, ki ne adja.
WC-knél lesznek a... Majd leszek és... Ja nem, ja de... Aztán be kell menni a WC-khez is. Itt van még egy kés. Nem tudom, hogy tudtátok edét be lehet jönni. Milyen szép pixeles a tükörképen, nem? És akkor el lehet menni WC-re, stb. De hát... Fú, ilyen... De aztán gusztusos egy WC. Ah. Igen, Amerikában megvan a higiénia. Szóval akkor következik az Uzi, vagy SMG, vagy MP5, nekem mindegy. Ahogy ez föl lesz majasztéknél. Hú, de jó. Vagy nem? Hát itt sem voltam még soha. Még már elég régóta játszok ezzel a játékkal. Na hagyd mikrózi. Ugyanígy be tudtok itt jönni kocsival. Következő SMG vagy Uzi, az benne lesz az alagútnál. Hoppá. Ez hol is lesz pontosan? Nem tudom, hogy az alagútnál lesz, vagy... Aha, alagút. Ja, amúgy, ha helikopterre lenne szükségetek a játék során, akkor itt találtok mindig egy helikoptert. Maverick-et, azt hiszem. Ja. Én is tudok vezetni, tényleg. Ha itt lesz egy mikrózi. Ha kijöttek az alagútból, akkor egyből nem messze lesz egy gránát. Megint kénytelen vagyok most F-et használni. Nem messze van a Times Square-től. Ja, itt lesz egy kézigránát. Akkor a következő fegyvere Molotov lesz megint. Hát talán nem megint, de hát elég sűrű errefelé. Köcsök Priuszos. Általában itt szokott lenni helikopter is. Föl kell menni. Ha itt lesz fent egy Molotov koktél. Jó, akkor a következő fegyver, ami a közelben van. Hát, a snipert azt kifejtettem. Thank you.
pontosan szemben lesz, ha jó minden igaz. De minden igaz. Zárójelben ENS székháznál lesz egy sniper. Itt ha bejöttök egyből kaptok csillagot, csak úgy mondom, most nekem ki van szedve a csillag, mert hogy nem tudjanak körözni a rendőrök, mert nekem és úgymond a küldetések alapján nem jutottam el még idáig. Szóval nehogy elkezdenek küldözni a rendőrök. Szóval most azért nem tudom megmutatni nektek. Hát a körözést, hogy hány csillagot kaptok itt. Ha minden igaz, akkor erre kell följönnem. Fordítva, innen. Ja. Elfordultok majd itt is. Igazából motorral föl lehet itt jönni. LOL! Szép kis bug. Mindegy. És akkor itt lesz fent egy sniper. Hiszem ennek a tetején. Tudok, miért nem tudok fölmenni? Milyen bunker ez? Na végre. Mint egy motorral kéne felmennem. Nem zombi, ez egy szar. De ez vicces lesz, mert nem tudom, hogy lehet elég felugrani. Konkrétan. Na végre. És itt lesz egy automata sniper. Semféle automata. Ja. Akkor a következő videó lesz egy AK, vagy M4, és pontosabban így nem tudom megmondani. Valamelyik a kettő közül. Mi a tököm? Na. Az alkát úgy tért, megtalálni, hogy itt... Jó, inkább megyek motorra. Nem tudom, mit nézelődnek, csak végülis egy automata sniper van a kezembe. Hát ezt nem hiszem már rá. De egyenesen jöttök van a motorra, vagy gyalog. És akkor hopp. És akkor itt lesz egy M4. Akkor gyorsan visszajönök a kocsimhoz. Következő fegyó, az egy gránát lesz. Vagyis inkább ezt a pisztolyt kéne megszerezni. Az pont a izén lesz golfpályánál, hurrá! Gyors nyomok egy teleportot. Aha. Jól gondoltam, a golfpályánál lesz.
Nyugod és könnyen be lehet menni. Oda. Az FLC-be én be lehetett menni. Mindegy. Ez érdekes. Nincs itt bejárat. Vagy most helikopterrel be tudunk menni. Más választást. Mert itt belül... Ja, de itt van. Szóval be lehet menni, vagy... Mert tudom, hogy FLC-n itt van egy rés, amin kocsival be lehet jönni. Hajtani egy pisztoly belül. Fél max izével be tudtok jönni. Helikopterre. Vagy talán itt. Ezt meg ki is próbálom. Ja, hajd, itt be tudtok jönni. Ha. Ja. A következő fegyver ismét egy gránát lesz. Úgyis, ha jól nézem, akkor 3 gránát, egy pisztoly és egy géppuska. Gránát itt lesz a lépcsőn. Nem lesz nagy kihívás megtalálni. Következő fegyverünk is egy gránát lesz. De annyira vicces, hogy kb. Senkinek nem tűnik fel, hogy ott van egy kézigránát. Az építkezésen könnyen megtalálhatjátok. És akkor lesz még egy gránát az építkezésen, vagy a másikon. Úgy, de be fog szorulni, nem, de akkor nem meg kocsival. Jó, mondjuk úgyis itt van a gránát. Itt van egy granyós, itt, ha följöttek itt a lépcsőn, mint itt az épületnél, akkor lesz egy kis piszta is. Ha ott lesz a teraszom, vagy nem tudom mi. Ja, a Desert Eagle, na a zsír. Épp, hogy fel tudtam venni. Akkor kövi fegyó, hogy izé lesz, egy géppuska. Eljöttök ide a vasútállomásig. Mármint a vasútállomás, a New Yorkban ez a vasútállomás. Itt csak metrók vannak, nem nincsenek ki normális vonatok, mint a San Andreasba. Eljöttek ide hátulra, és itt lesz egy gépfegyver, a géppuska, és M4 király.
Na hát a következő fegyverünk az egy megint gránát lesz. Hurrá, annyi gránát van ezen a szigeten. Jó, megint a benzinkút tetején lesz. Hops. Ma szépen oda ragadt. Semmi nem töltön, elkezd telefonálni. Ez a játék, ez hihetetlen. De följöttek, és rá lehet ugrani a benzinkút tetejére. De mit keres? Pénz a benzinkút tetején. Hát magán az épület tetején. Lehet azért a... fölkentem? Na mindegy. Jó, akkor ez a gránát megvolt. Akkor lesz itt egy kis pisztoly. Az konkrétan fönragadt. Az szép. Valaki nagyon merev. A mentő is jó helyre jött. Itt lesz egy pisztoly. Ah, Desert Eagle király. Na hát akkor itt lesz még egy gránát. Fú, milyen magas ez az épület. Ez miatt tököm volt. Igen, van egy két érdekesség a GTA-ba. A kínai negyedből lesz az építkezésen egy gránát, ha minden igaz. Ja. Ja, itt lesz. Föl lehet itt mászni. Itt lesz egy küldetés a Lost and Damned-be. Gránátot akkor felszedtük, lesz még körülbelül 4 fegyver. Itt lesz közelben egy mikrouzi vagy SMG. Sosem tudom, hogy most még, hogy merre. Az kemény! Jaj. A mikrouzi. Na, 160. Na, 210 töltényen van. Sokan mondták, hogy könnyen megvenni a fegyvereket, de hát nem tudom, én nem jártam soha ammunition-be. Mindig küldetésekor felszedtem a gangsterek fegyvereit.
vagy akár így megkerestem. Vagy azt nem értem, hogy a GTA 4-ben nagyon sok küldetésen rohadt sok fegyvert kapsz, majd fegyvert, pénzt kapsz, és hogy egyszerűen nem lehet elkölteni. Nekem lehetne tuningolni az autót, vagy valamit, de tényleg semmire nem lehet költeni. Hol a GTA 5-be? Hú, az de kemény lesz. Három jó évnek berakták a két kedvenc kocsimat is, az Emperort, meg ezt a Mananát is. Szóval már jó játék. De visszatérve a fegyverekre, itt feljöttök, és ennek az épület tetején lesz a AK. Ez jól el vannak dugva egy kettő. Jó, ne! Ezen kívül még három fegyver lesz itt. Lesz egy shotgun és egy... Három, kettő, bocsánat. Lesz egy shotgun meg egy RPG. A shotgun itt lesz az építkezésem. Itt be tudtok jönni. Nem tudom pontosan itt lesz-e. Ja nem. De itt könnyen fel tudtok jönni. Ott van, ott a följáró. És akkor itt átsétáltok, átfuttok ide. Mondom, igaz, akkor hogy bent lesz a shotgun. Ja. Beretta. És akkor utolsó fegyverünk lesz egy RPG. Itt ezt a fegyvert csak hajóval tudjátok megközelíteni, vagy F6-tal. Úgyhogy amikor van trénered, akkor meg fölösleges így fegyvereket megkeresni. Na, ezt faszán megoldottam. Ott lesz az utolsó fegyver, és egy RPG. Meg is van, és akkor ez lett, az utolsó fegyver, azért körülnézek, hát ha kihagytam valamit. Úgy néz ki, nem? Ez a shotgun a izéhez tartozik, a ladderhez, szóval... Hát akkor ennyi lett volna ez a kis hát nagy epizód. Remélem élveztétek. És ha megkérhetnélek rá, iratkozzatok fel rám, iratkozzatok fel a partner csatornáimra, vagyis GameZone05-re, Hessakridre, Gregoryra és Gergő93-ra, SpongeMonkeyra és a többiekre. Köszönöm szépen a figyelmet, szerintem még a héten a utolsó epizóddal megleplek titeket, szóval amit Adörnibe fogok bemutatni fegyvereket. Nem, még egyszer elköszönök, és köszönöm szépen a figyelmet.